Szép jó reggelt kívánunk, kedves nézőink, reméljük, hogy felébredtek már. Velünk ellentétben. Így van, de hát de Imre, mindig szoktunk egy kis kávét kapni, most még azt se kaptunk, már nem tudom, itt tart a televízió. Gondoltam, attól majd egy kicsit magunkhoz térünk. Hát, hogyha kimentél volna az előcsarnokba, ott van a kávénéni, meg kell nyomni a tetejét. Hát nem értem rá, látod, mert itt készültünk meg mindenféléket, információkat most tudtunk meg. No, lényeg a lényeg, hogy az időjárás nem valami kedvező, úgyhogy én nagyon örülök neki végül is, mert nagyon sokan nézik a televíziót. Hát, valóban, kedves nézőink, ezt a programot. Itt Budapesten a Szabadság téren a televízió székház előtt az eső szemerkél, viszont mi nem szomorkálunk itten Julival, hanem borzasztó. Örülünk, hogy találkozhatunk önökkel. Hadd mondom el önöknek az alapinformációinkat. A szerkesztőségünk címe, az irányítószám 1054-es Budapest, Steindl Imre utca 6, második emelet, 208-as számú szoba. A szerkesztőségünk telefonja, ami jelenleg is működik, üzenetrögzítő veszi föl, 13-13-5-82, mint a képernyőn is tetszenek látni, és a játék telefonszáma A ott nagyon van. Nagyon fontos. Így O, nekem egészen más telefonszámba íme itt van. 153-02-33. A szokásos műsorokon kívül, mint a horoszkóp, a különböző játékok, mi mindent láthatunk még, Imrus? Jaj, rengeteg mindent, egy kicsit zavarba hoztam, és hirtelen belelapozok. Hát elmegyünk egy sziklakertbe, ellátogatunk Mosony Magyaróvárra a díjugrató versenyre. Így van, aztán elmegyünk. Készítsenek elő papír, ceruzát, mert a műsor végén főzni fogunk Imrussal. Bizony, ketten ez egy óriási meglepetés lesz, legalább nekünk is, igen. Két kis konyhamalac fogunk ottan pancsolni. Hát aztán lesz sztártotó, meg játékok, beszélgetések, riportok. És találkozhatnak Sylvester Stallone-val, aki exkluzív interjút adott a vasárnapi Csak turmixnak. Csak a vasárnap, így van. Így a Las Vegas kaszinó megnyitása alkalmával. Szóval egy igazi turmixot tetszenek majd látni, kedves nézőink, egy igazi vasárnapi turmixot. De hogy tulajdonképpen milyen lesz az idő, azt én nem tudom, mert nem vagyok leveli béka. Hát Bártai Lucia se leveli béka, viszont ő tudja, hogy milyen idő lesz. Vajon milyen? No hát, kedves Imre és kedves nézők, én bármit is mondok ma, a mai nap olyan, hogy úgyis szidni fognak, mert hogy olyan is időjárás várható, minden esetre ez az, amit ma nem érdemes előkeresni, és ez az, amit érdemes magunkhoz venni, amikor elindulunk otthonról bárhová is, mert hogy sok felhő, gyakori záporok, nagyon kevéske napsütés, különösen azért mégis inkább a déli ország részben, tehát ez várható mára. Nézzék ott azt a kígyózó felhőörvényt, az azért nagyon érdekes látvány, hiszen abból kiolvashatjuk, hogy a déli kis felhősávok úgy elsurrannak, az északiak pedig úgy szépen a Kisalföld felől belopakodnak az északi ország rész fölé, és ez elég gorombák. Úgyhogy ezekből már most is záporok fordulnak elő, és általában a nap folyamán az északi ország részben továbbra is ez várható, tehát a sok felhő záporok. És az északi területeken, valamint a nyugati megyékben emiatt aztán hűvösebb is lesz egy picit, 18, legfeljebb 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, az Alföldön viszont még kellemes lesz a hőmérséklet, ott 23-25 fok is előfordul. Tehát azért a záporok ellenére ne hagyják magukat az időjárástól megijeszteni, úgyhogy ha megnézték a műsort, akkor én javaslom, vegyenek magukhoz egy esernyőt, vagy esőkabátot, és érdemes elindulni, kirándulni. Én tegnap kipróbáltam, az eső illattól egyszerűen nagyon szép, nagyon kellemes az erdő. Menjenek el kirándulni. Hát Pártai Lucia lebeszélte a kedves hát nézőket. Szétültettek minket. Szétültettek minket, igen. Hát Lucia lebeszélte a kedves nézőket, hogy bennünket nézenek. Mindegy, van, aki elmegy az erdőbe, mi is bemegyünk az erdőbe. Juli, te milyen csillagjegyben születtél? Jaj, hanyadszor kérdezed, bika. Te bika vagy. Én meg oroszlám. Na nézzük, hogy mire számíthatunk. Horoszkóp. Prognózis a következő hétre Kordován Vid összeállításában. A Vénusz kedvező kapcsolatba kerül a héten az Uránusszal és a Neptunnal. Ez az időszak alkalmas arra, hogy kényes kérdéseket rendezzünk, és szót tudjunk érteni problémás emberekkel. A Kosnak ötleteivel elbűvöli barátait, egy régi vágya pedig teljesülni látszik. A Bikának ön a héten rácáfol legendás lassúságára, néhány fontos ügyét villámgyorsan elintézi. Az Ikreknek olyan változáson fog keresztül menni, amiről kevesen tudnak. Az eredmény személyisége alapos átformálódása lesz. A Ráknak
egyik barátjának anyagi problémái támadnak. Itt az alkalom, hogy segítsen rajta. Az oroszlánnak. A munkában erősebb bevetés szükséges, a kedve megvan hozzá, az eredmény pedig nem fog elmaradni. A szűznek. Hogy környezetében jó hangulat uralkodjék, az nagy részben önön múlik. Ha ezért tesz valamit, hálásak lesznek érte. A mérlegnek. Senki sem tiltja, hogy szórakozzon. Nyugodt azonban akkor lesz a lelki ismerete, ha megtalálja a helyes mértéket. A skorpiónak. Figyelme az egészséges életmód problémája felé irányul, táplálkozási szokásait most megreformálhatja. A nyilasnak. Iktasson be programjába egy-két órás kirándulást vagy sétát. Könnyebben fog megbirkózni napi feladataival. A baknak. Nem szereti, ha üres a zsebe. Ezért gondolja át, hogyan tudna takarékosabban élni, ami biztonságérzetet nyújtana. A vízöntőnek. Ha valami nagy tervet forgat a fejében, azt érdemes családjával megbeszélni. Megértést fognak tanúsítani. A halaknak. Érdekli a jövője, a karrierje? Két dolgot tehet ennek érdekében. Lelkiismeretesen, precízen dolgozik, és korrekt emberi kapcsolatokat épít ki. Júli, nyugodtan hörpölj csak a kávédat. Megkaptam a kávét, igen, jó volt a reklamáció. Bizonyára te is tudod, hogy az idén, azt hiszem, talán először a színházak történetében, a kőszínházak történetében, több budapesti színház nyáron is játszik. Ellen, ugye hát idáig az volt, hogy milyen tájban május végén bezártak a színházak, ugye véget ért a szezon. Hát most nem ért véget a szezon. Hát kérem szépen, most egy ilyen ajánlatot teszünk önöknek. Mit láthatnak nyáron a budapesti színházakban? Tudjuk, hogy már nagyon sok pénzbe kerül a kultúra, mégis Marsall Miklós meglepően sokféle ajánlatot tud nekünk adni a nyárra. Igen, hát szeretnénk szakítani azzal a hagyománnyal, hogy nyáron uborka szezon volt Pesten. Biztosan mondhatom, hogy idén az eddigieknél sokkal gazdagabb kulturális kínálatot igyekszünk teremteni ebben a városban. Új tereket, új helyszíneket találtunk, és gyakorlatilag a kultúra belakja majd ezen a nyáron a várost. Egyenesen Hongkongból idejön az Ajda szuperprodukció a Népstadionban. Hagyományos helyszín a Városmajori Park színpad, ahol a Vidám színpad az egész repertoárjával szerepel. Tudni kell azt, hogy a Merlin az a Kelet-Európa első angol nyelvű színháza, ahol szenzációsnak ígérkező ősbemutatót is láthat majd a közönség. Sosztakovicsnak egyik most előkerült egyfelvonásos operájáról van szó, aminek a címe is érdekes. Sztálin és egyéb hangok, ez két egyfelvonásos opera. Kiemelném még, hogy a skálának egyik részéről a másikra ugorjak. Az Arizona Színház bemutatja a Sakk című musicalt, a Globe Színházba Szolgáló Lány című komédia megy, akkor az Erkel Színházban a Nyakfelmetsző horror musicalt láthatja nyáron a közönség, az Operett Színházba végig megy az Őrült nők ketrece, a Madács Kamarában a Férfi, akit szeretek című komédia megy, tehát nagyon kevés színház fog bezárni, ahol egyáltalán lehet játszani nyáron. Azok a színházak nyitva lesznek. Az Ínyencek számára egy nagyon fontos esemény lesz. Giorgio Strehlernek a színháza, a Piccolo Színház meghívásunkra eljön Budapestre. Pirandello, ahogy te szeretsz, című darabját három este játsszák a Vix Színházban. Ez lesz a szakma számára az év színházi eseménye. Végezetül hadd említsem meg a budapesti búcsút, amit idén is megrendezünk. Gyakorlatilag utcazenélésből, örömzenélésből, jazz jamborikból áll, tehát beszeretnénk lakni az egész várost, utcáit, tereit. Ennek a csúcspontja a Hősök terén egy nagy koncert lesz, amit a fesztiválzenekar Beethoven 9. szimfóniáját adják elő. A környező országokból szeretnénk meghívni énekkarokat, és Beethoven eredeti szándékának megfelelően gyakorlatban megmutatjuk, hogy a zene összetudja hozni az egymással szemben álló népeket is, és így próbáljuk kifejezni a zene nyelvén, az ünnep nyelvén, hogy a testvériség milyen fontos.
Hát ennyit a kultúráról, és hát gondolom a kedves nézők tudják, hogy általában május 1-én szoktak nyitni a hidegvízű strandok. Bizonyára emlékeznek, hogy tavaly, Budapestről beszélek, nem minden egyes fürdő nyitott ki. Hát az idén nem tudom, hogy mi a helyzet, és vajon másik nagy kérdés, hogy emelik-e a strandfürdők belépő jegyeinek az árát. Kiderül a következő pillanatokban. Vamos a la playa, mondja a sláger, menjünk a strandra. Hát persze, ha tudunk. Mert ki hinné például, hogy ez a csendes kis liget nem más, mint a Cinkotai strand nagy medencéje. A Cinkotai strandot a többi hidegvízű stranddal, tehát Lőrinccel, Rákos Csabával és Albert Favával együtt tavaly a vállalat nem nyitotta meg üzemelésre, illetve a Lőrincet csak augusztus hónapban. Ennek az oka az volt, hogy még az előző évben, tehát 1990-ben 219 millió központi támogatást kaptunk a fürdők üzemeltetéséhez. Addig tavaly mindössze 80 milliót. Ez a legkülönbözőbb takarékossági intézkedésekre ösztönözte a vállalatot, és ennek keretében a hidegvízű strandokat, amelyek a legnagyobb ráfizetéssel üzemeltek, nem nyitotta meg. Hát konkrétan Cinkota esetében a 90-es üzemeltetési adatok alapján több mint 3 millió forint volt a ráfizetés. Idén mennyit kapnak rá? Idén úgy néz ki, hogy ezt a tavaly 80 milliót sem kapjuk meg. Nem szerepel a fürdők támogatása a központi költségvetésbe, a főváros költségvetésébe. Ennek ellenére úgy érezzük, hogy a hidegvízű strandokat meg kell nyitnunk, így a 4 hidegvízű strandot, vele együtt a Cinkotai strandot is június 13-án a tanévbefejezése után üzembe helyezzük. Mi történt a medencével az alatt az idő alatt, amíg zárva volt tavaly? Hát amíg tavaly zárva volt, addig éppen hogy csak fenntartási munkákat végezett a vállalat. Előző évben volt egy kísérlet, hogy halastavat létesítsünk a medencéből, azonban ez csak részben vált be. Mi lett a halakkal? Hát a halak jó részét értékesítették, a többi pedig talán elúszott, mivel a hal úszni is tud, úgyhogy. Mennyibe kerül a világhírű Gellért fürdő üzemeltetése? 1991-ben a Gellért fürdő üzemeltetése 130 millió forintba került. Ezzel szemben a bevétel 144 millió volt, tehát lényegében elmondható, hogy a kezelésünkben lévő 22 fürdőüzemegység közül egyedül a Gellért fürdő az, ahol nyereség jelentkezett. Itt a legmagasabbak a fürdőbelépők, a strandbelépők. Mennyi? A felnőtt belépő nyáron 3 órára 200 forint, egész napra 400, a gyermek 3 órára 120, egész napra 240. Budapest fürdőváros, akkor ez itt a kevesek strandja? Sajnos így van. Ha ön tulajdonosként üzemeltethetné a Palatinuszt, milyen reményekkel nézne a szezon elé? Jönnek a fürdőzők? Jönnek, és ott kezdeném, hogy a vállalat épületét nem adnám ki bérleményként, hanem saját magam üzemeltetném. Mert hogy a büfé bevétele, meg az étterem bevétele, az körülbelül egyenlíteni a fürdő ráfizetését. Hány büfés és egyéb kereskedő működik itt a Palatinuszon? 25 büfé, egy étterem és egy divatárű kereskedő működik a Palatinuszon. Éleménye szerint nekik megéri? Mindenféleképpen megérni, különben nem volnának itt. Hogyan lehetséges az, hogy nekik üzlet, a fürdőigazgatóságnak pedig veszteség? Alapvetően szeretném leszögezni, hogy a világon a fürdőszolgáltatás önmagában mindenütt ráfizetéses. Ami rentábilissá teszi, az a kereskedelmi háttér, tehát a vendéglátás, a fizetőképes keresletet tudomásul kell venni, ez jelen pillanatban nincs meg. Többek között ezért sem tudtunk most május 1-én árakat emelni, és indulunk a tavalyi árakkal a Palatinus strandon is. Úgy úszott két hal között, ő ide-oda, csodált a stílusát a Vénuszoda. Egy éven vette, még egy bérlete, elárult a nevű. Tócsinyát
Hallád, Miki, az úszod a rém, medence szélén ülve hájultam én. S egy évembe telt még egy térletes, a vízbe dobok neki. Úgy úsztam két fal között, ide-oda, hogy csak úgy víz hangzott a vénuszoda. S a bérletese a startköveken kiáltották nevét. Hát én vagyok itt a nagy lopakodó, mert kicsit közelebb jöttem Imréhez, nem értettem, hogy miért most van. És téged se érzékel a labdal. Van a volt, illetve van az Andrássy úton egy cukrászda, biztosan tudod, régen Párizsinak hívták, most Peritire magyarosított. Két riportban is ellátogatunk ebbe a cukrászdába. Az első az még az Ez meg az című műsorban volt látható, és Fábri Sándor készítette. Ismerkedjünk meg az akkor még Párizsinak hívott cukrászdával. A külső még nem különös, a párizsi cukrászdáról van szó, a 60-as évekből megmaradt ez a kis neon felirat. Talán csak a szokásosnál kissé intenzívebb reklámtevékenység az, amely felkeltheti érdeklődésünket. Belépünk, azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy Alibaba barlangja ehhez képest kismiska. Itt teljes fortissimóba csendül meg az interjőr. A cukrásznak a zászlaját látjuk, egy kis személyi kultusz jó munkáthoz ad a neved, némi lovagos középkorias attitűddel, sajátos kis plexi irodát alakított ki, és itt pedig nem elsősorban a fagylalt töltsérek miatt időzünk ebben a kies sarokban, hanem azért, mert arra a kis gépi szőnyeg sávocskára hívnám fel figyelmüket, mely szervesen illeszkedik az obligát csempeburkolat fölé. Nem könnyű a fogyasztás, ahogy az ember a kis tányérjával beküzdi magát a pálmák közé, gazdagon rezezett csak nemes anyagokból, ahogy a költő mondja. Egyébként igazi pálmákról van szó, ez mindenképpen a mai művirágos korszakban úgy hiszem, hogy feltétlenül elismerésre méltó. Itt éppen elismerem, ez a küzdelem a krémessel, avagy Tarzan a pálmák között című kis betét. Itt egy vicces dolog következik, nem tudjuk, hogy ez egy díszítő elem ez a barna csövecske, vagy netalán egy karnis, közismertebb nevén garnis, de rögtön megvan a magyarázat, egy gázcsőről van szó, amely ebbe a kis gemütlich bádog kandallóhoz viszi az energiát. Napóleon, egy pici párizsi utalás, és egy fantasztikus cicacsillár a 60-as évekből, kicsit a tűzi játékokra emlékeztető motívum. Nem csodálom, hogy itt a operatőr keze bizony megreszketett, mert a tapéta úgynevezett képkeret létszel kapott egy diszkrét szegést, méretre kapható blonder speciál, egy picit még itt bevillan az iroda, természetesen süteményes boltba dohányozni nem illik. Egy meghitt, gazdagon szőnyegezett sarkot láthatunk műmárvány asztallal. Említettem, hogy a részletekben van a lényeg, látják, még búcsúzóban az ajtóbetétben Röltex Rózsi visszakacsint ránk, és azt hiszem, hogy a felirathoz nem kell különösebb kommentár. Hölgyeim és uraim, a gyilkos időnként visszatér a TET színhelyére. 1990. decemberében már jártunk itt az akkori párizsi cukrászdában, amelyet akkor gépi perzsa Röltex Rózsi szőnyegek borítottak. Az ironikus csipkelődésnek nem lett sértődés a vége. Itt áll mellettem a mestercukrász Periti Zoltán úr. Őszintén szólva én nem voltam benne biztos, hogyha most visszajövünk az új üzletet bemutatni, egyáltalán szóba fog-e még velem állni. Hogyan szedte össze ezt az érdekes belső teret? A Jezolóban található tengerparti üzleteket figyelembe véve próbáltam itt Magyarországon egy olyan pultrendszert kialakítani, hogy ha beáll a vendég a sorban, akkor gyakorlatilag minden kézre legyen, és minél kisebb pult felületen, minél teljesebb értékű vendéglátást tudjunk adni. Azt javaslom, hogy nézzük akkor végig, hogy mi is, mi minden is van ebben az üzletben. Erről a kis szökőkútról mit tudnánk mondani? Ez Olaszországból származik, ez a szökőkút, ez az ötlet, ez Jezolóból jött. Ez gyakorlatilag
ez nekem egy kedvenc darabom az izletben. Mit mondhatunk a felső reliefekről? Ez egy, nem készültem, ez egy Olaszországban található templomból egy képjelenet. Tehát azt tudom, hogy egy templom jelenet. Itt úgy gondolom, hogy színezett, illetve fényezett gipszről van szó mind a két esetben. Így van pontosan. Ez szintén Olaszország. Nem, hát ezt itt egy magyar gipszművész készítette. Klasszikus oszlopokon keresztül jutunk be a munkatérbe, némi posztmodern felhangokat sugal, a virágokat látom, hogy azért azok műanyagok sokáig tartanak és praktikusak. Ez is a belső tervezéshez hozzátartozott, hogy egy olyat alkotni, ami egy kicsit elválasztja a termelőrész bejáratot a vendégtértől, de mégis szép. Fönt, hogyha megnézzük ezeket a cica-mica csillárokat, ezek viszont még a régi üzletből valók, azt hiszem ezt ön örökölte, talán csak annyi változás történt, ahogy látom, hogy korszerű energiatakarékos vonalizzók kerültek bele, vagy annak idején is vonalizzó volt most már? Nem vonalizzó volt benne, ez akkor is az én tulajdonom volt már ezek a csillárok. Honnan sikerült beszerezni? Azért nem minden bokorba kapni ilyen csillár. Ezt egy sárga rézműves készítette. Szintén az ön tervei alapján? Szintén az én terveim alapján. A tükrökre elhelyezett századfordulós, századelős reklámokról mondjunk valamit. Én megmondom őszintén, hogy mondjuk a kóla, a sör vagy a Schweppes nem rossz, de talán nem egy cukrászat profilja. Lekötöm a vendég figyelmét. Ezért vannak a televíziók is, ezért van a futófény, ezért vannak az egyéb reklámok. A televízió az milyen programot ad? A Music TV-t programozom. Music TV-t. Mit gondol ez, meddig marad így ebben a formában ez a helyiség? Mert azt hiszem, hogy az investíciót és a nemes anyagokat figyelembe véve hosszú időre készült, legalábbis gondolom én. Hát én hosszú távon szeretnék itt dolgozni, tehát ez nem rajtam múlik. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Andics Lászlót, az Országos Mentőszolgálat főorvosát, aki a Magyar Vöröskereszt elnöke is egyben. És ha én jól tudom, akkor az ön kezdeményezésére jött létre, alakult meg körülbelül egy esztendővel ezelőtt a Magyar Vöröskereszt első katasztrófa elhárító kommandója. Nem akarok helyesbíteni, de az elsőt az Borsodaba, hogy Zemplén megyében hozták létre az ottani mentés vöröskereszt szervezetek. Mi tavaly hirdettük meg a fővárosi tűzoltóságnak, mentőorvosoknak, barlangi mentőknek, búvároknak és egy csomó egyéb más szervezetnek, hogy Budapesten szeretnénk ilyen gyors beavatkozó kommandókat létrehozni. Számomra is meglepő volt, hogy felhívásunkra például csak a fővárosi tűzoltók köréből 74 önkéntes jelentkezett erre a feladatra. Mi a célja ennek? Miért van szükség? Mi az, hogy katasztrófa egyáltalán? Igen. A katasztrófa elhárítás feladata az állami feladat, tehát erre a polgári védelemnek kell felkészülni. Mi segíteni kívánjuk. Mit értsek ez az, hogy katasztrófa? A katasztrófára képzelek egy földrengést, egy tűzvészt, egy olajszennyeződést. Igen, vagy egy... Hát attól függ, melyik oldalról közelítjük meg. Katasztrófa lehet mondjuk az a szociális helyzet, ami a Magyarországon van. Aha. Na most, amire mi készülünk, katasztrófa elhárítás, ez többnyire természeti csapás, vagy tömeges közlekedési baleset esemény. Hogyan tudják ezt elhárítani? Hát esélyt kell adni minél több embernek a túlélésre. Tehát van ennek egy földerítő szakasza, van egy kimentési szakasza, tehát műszaki technikai kimentési szakasz, és van az orvosi ellátás szakasza, első orvosi ellátás szakasza. Mi a csoportjainkat úgy állítottuk fel, hogy komplex elhárítást tudjanak végezni egy 20 fős kommandó egy-egy front szakaszának, katasztrófának, a földerítéstől a műszaki technikai kimentésen át, az első szakorvosi ellátásig. Aztán a helyi szerveknek a feladata, hogy az ilyen módon kimenekített sérülteket speciális kórházakba juttassa végleges ellátásérdekében. Ezt a kommandót nem csak Magyarországon vethetik be, hanem csatlakoztak a Nemzetközi Vörös Kereszthez, és bármikor riaszthatják őket, és vihetik bárhova a világba, ahol ő rájuk szükség van. Így van. Egy évvel ezelőtt a Nemzetközi Vörös Kereszt Vörös Félhold Szövetség vezetői tájékoztattuk arról, hogy ilyen kommandókat állítanánk fel. Ezt ők nagy örömmel fogadták, és az a szándékunk, hogy amikor felszereltük végleges technikai felszereléssel ezeket a csapatokat, akkor bevethetőké váljunk a világ szinte bármelyik pontján. Milyen technikai felszereltségre van szükség, és mennyi van meg ebből?
Igen, hát egy-egy ilyen csoport, ugye most 4 csoportot képeztünk ki, illetve az alapkiképzésüket fejeztük be az elmúlt napokban. Egy-egy ilyen csoportnak a feladata olyan felszerelést összeállítani, ami körülbelül egy olyan 300 sérült ellátására teszi alkalmassá őket, és olyan mobil, könnyű, tehát hordozható műszaki, technikai, kimentő eszközöket beszerezni, amelyik a frontszakaszon, tehát egy katasztrófa frontszakaszán használható. Hát eléggé drága eszköztárt igényel. Meg kell mondjam, hogy Magyarországon a döntő többség ezek az eszközöknek rendelkezésre áll, hiszen működnek. Egyetlen közbevetett kérdés, hogy pénz honnan van erre? Hát pénz részben a adományokból, részben pedig hát olyan intézmények, vállalatoknak remélt támogatásából, amivel a csapatokat fel tudjuk szerelni. Nagyon szépen köszönjük, kicsit megnyugodtunk, hogy most már van ilyen is, meg felszerelés is van, de én kívánom mindenkinek, maguknak is, magunknak is, és mindenkinek, hogy ne legyen szükség a maguk munkájára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak az erősek győznek, sose az angyalok. Mikor itt vagyok, tudom, hogy mennem kell, s ha indulok, valami már is visszahúz. És tudod, hogy fáj, mert megégetett, mégis mindig, mindig újra a tűzbe nyúz. Miért van ez így? Miért az igazi hervad, s miért nem a művirág? Miért van ez így? Miért a cukor az édes, és miért nem az orvosság? Mi már annyira tudjuk a válaszokat, hogy az édenig ér már a rengeteg okosság. Hol az almából haraptunk jó nagyokat, és egy falat a végén örökre keresztbe áll. Az égig szállhatnánk, ám ők jól vigyáznak rám, s mikor nem várnánk, utól élnek, elég lépnek, ők a vég dolgai. Mondom, tanulj, fiam, csak a tudással érsz tovább. Miért van ez így? Hogy úgy magasról nézne a bukott hülye diák. S ha szerelmem elmegy valakivel, csak sovány vigasz, hogy a barátom vitte el. Ahogy múlik az élet, s bölcsebb leszel, hogy az idő, hogy mikor is használ fel. Az égig szállhatnánk, ám ők jól vigyáznak rám, s mikor nem várnánk, utol érne, eléd lépne, ők az élet dolgai. A szívünk átjárják, kicsit fájnak, kicsit szépek, ők az élet dolgai. Akkor most valami kellemesebbről beszélünk, Imruskán, mondjuk a természetről. Jó. Milyen Szentendrén a kert? Jaj, nagyon szép, kérlek szépen, a napokban palántákat vettem és elültettem, nagyon szépek a palánták. Fűnyírás volt már? Természetesen, bokrokat is nyírom, minden. Akkor most jól jön ez a kis eső. Igen. Van te neked szikla kerted? Sziklakertem nincsen. Akkor most jól figyelj, mert Szentendrétől egy macska ugrásra van nagymaros, és majd most oda megyünk el egy na, várjál, szép nekem erről viszont eszembe jut, annak idején a Zeneművészeti Főiskolán kötelező tantárgy volt a népzene, természetesen, nagyon okosan, és eszembe jut egy népdal, amelyik így szól, hely tulipán, tulipán, teljes szegfűszarka láb, telekertem zsájával, szerelemnek lángjával, a telekert következik.
Hagymaroson a hegyoldalban vagyunk, egy nagyon különleges elhelyezkedésű, lejtős, teraszos telken, és borzasztó sok gyönyörű növény van. Hányféle van itt körülbelül? Hát ezt nem tudom megmondani. 1200-nál abba hagytam a számolást és a jegyzését. Nekem a legfontosabb a szárazságtűrő évelők, amelyek örökzöldek is, és virágoznak is. Melyik a legkülönlegesebb növény, amire nagyon büszke, mert esetleg máshol nincs is az országban? Hát sok olyan növényem van, ami máshol nincs az országban. Angliából hoztam be elég sok ilyen sziklakerti növényt. Hát például a Saponaria Bressingham Glow, ami egy icipici parányi kis törpe szappanvirág, azt hiszem, hogy csak nekem van. Mennyi időt tölt a növények gondozásával, ápolásával? Egy jól megépített sziklakert az, és gyommentes környezetben tartott sziklakert az egyáltalán nem igényel sok gondozást. Én állítom, hogy egy évelős telepítés sokkal kevesebb gondozást igényel, mint a gyep, és hát akit a változatosság gyönyörködtet, és mindig valami újra szeret várni, vagy pedig a régi kedveseit szeretné minden évben újból és újból látni, hát azoknak tudom ajánlani ezt a foglalatoskodást. Itt a kertben is van egy kis tó, és körülötte is valami egészen csodálatos növények. Nos, hát a tó az azért van, mert hát a tavi rózsákat, azokat a rejtelmes növényeket, azokat is borzasztóan szeretem. A másik pedig, szerettem volna egy sziklakertet készíteni, de Magyarországon hiába jártam mindenhova, nem találtam mintát, úgyhogy egészen Angliáig kellett elmennem, és annak alapján készült ez a sziklakert. Víz nélkül, tó nélkül, vagy egy erecske nélkül szerintem nem kelt a kert, arra szükség van. A növényeket úgy választja ki, hogy meglátja valahol és beleszeret, vagy pedig olvas róla először, és annak alapján próbálja megkeresni. Hát ez mind a kettő. És olyan is előfordult már, hogy álmodtam egy virágról, egy nagyon helyes kis virágot álmodtam, és utána megtaláltam az egyik könyvbe, hogy van olyan virág, amilyen virágról álmodtam. Ilyen csodálatos a természet. Vagyok. Jó reggelt kívánok! Nagyon szeretném, hogyha valaki játszana velem, és sikerülne felelevetítenem nekem is ezt az igen szép emblémát összekeverve. Jó reggelt kívánok! Van valaki a vonalban? Igen. Kezdj csókolom. Jaj, de jó. Kívánok. Hogy tetszik lenni? Izgulósan. Én is izgulok, én is elfelejtettem. Van egy percünk arra, hogy ezt összehozzuk. Jól összekevertük, és érdemes csak a luk melletti dolgokkal mozdulni, mert hogy csak így érvényes a játék. Egy perce van mindössze, 10 000 forintról indulunk. És remélem tetszik ismerni a játékot, mielőtt még belefogunk. Igen. Hát igen. Nagyszerű. Na, nekiugrunk? Ugorjunk. Hát akkor tessék. 6-os, 9-es, 8-as, ügyes. 5-ös, 2-es, 3-as, 6-os, 9-es. Nem igaz. De én sem hiszek a szememnek, én megbuktam rögtön az elején, ez 8200 forintot jelent önnek, nem nekem, mindegy. Na jó, akkor most én is fölteszek még egy plusz kérdést, és nem veszünk el a pénzből, ha nem tetszik tudni. Mi ez, mit tetszik gondolni? Várjon már, milyen állat, valamilyen állat. Nem, a nyuszika, amikor motorozik. Én köszönöm szépen, hogy tetszett játszani, és akkor 10 óra után pár perccel folytatjuk. Ezzel együtt a 8200 forint az öné, jó? Köszönöm. Hát ne nekem. Jaj, de örülök. Te ilyeneket, én rúss. És speciál tudtam, hogy a nyuszika motorozik. Most nem tudod, hogy miről lehet megismerni a vidám motorost? Na, miről? Csupa muslince a fogsora. No, hát inkább beszélünk valami másról, ha már a motorról jött szó. A sportszépei jönnek, de én már úgy szeretném, hogyha valami rútakat keresnének, meg ügyetleneket, mindig csak a nagyon jókat, a példaadókat, a példamutatókat, végül is a rosszból meg a csúból is lehet tanulni. Most meglátjuk, hogy lássuk a szépségeket. Nézzük meg.
Köszöntöm a vasárnapi turnusz nézőit. Hajdú Barbara vagyok, a Budapesti Honvéd atlétanője. Köszönöm, hogy meghívtak a Sport Szépei sorozatra. Solti Krisztával forgattunk itt, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ez tényleg így van, hogy minden atléta nő ilyen szép? Hát nem. Nem? Akkor ez véletlen? Ez véletlen, igen. Mert hogy itt ment még el egy másik atléta nő is. Jó Olga, igen. Akivel szintén forgathatnánk akár. Az, hogy ilyen magas vagy, hány centi vagy? 181 centi vagyok. Ez gondolom a sportban segít, és az igen, élet más területén? Hát az élet más területén nem annyira, mert nincs olyan sok magas fiú mondjuk, hogyha fiúkra gondolok most konkrétan, de szerintem előnyös, hogyha valaki magas, mert jobban mutat. De hát ahhoz vékonynak kell lenni, nem? Hát nem árt, hogyha vékony az ember hozzájön. A sportban hogy állsz? A sport. 9 éve kezdtem atlétizálni a Fradiban, és 15 évesen ugrottam az első nagyon jó eredményemet, 178 centit. Azóta sajnos ezt nem sikerült megdönteni, mert sorozatos sérülések, kihagyások után egy éve kezdtem el itt a Honvédon megint atlétizálni, úgyhogy most vagyok azon az úton, hogy ezt megjavítsam, ezt a korábbi magasságot. És mit mondanak az edzők, hogy mi lesz? Az edzőm azt mondja, hogy szép jövő áll előttem, hogyha összeszedem magam rendesen, hogyha odafigyelek, és ha rendesen végzem az edzéseket. És odafigyelsz? Megpróbálok, igen. Most a Pop 20-ból következik az első 10 perc. Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai műsorunk címe Pop 20 két részben. Először az Oszián együttes, az új album és annak egyik fantasztikus sikere. Ezzel kívánok önöknek nagyon jó szórakozást. Jöjjön tehát az Oszián! Szenvedély erősebb néha az életnél, földre sújt vagy az égi ér, korbács és kenyér. Szenvedély erősebb néha az életnél, földre sújt vagy az égi ér, korbács és kenyér. Szóban ülnénk és kedélyesen beszélgetnénk, az majdnem, hogy természetes dolog lenne, de most mégis munkáról lesz szó. Végülis ebben az adásban nem a presszóról, annak életéről, nem a munkáról beszélünk. És hogyha munka, nekem egy picikét furcsa, legalábbis eddig Illés Melinda és Szikora Róbert kapcsolata. Robi, miről van szó?
Arról van szó, hogy egy speciális zenei anyagot írtam egy speciális énekesnőnek, és speciálisan jól sikerült. Talán összességében ennyit lehetne mondani erről. Tulajdonképpen akkor semmi nem különbözött az eddigi lemezeid, illetve eddigi dalait közül, illetve nem különbözteti meg a mostani a régieket, mert azok is tökéletesek, speciálisak voltak, és ez is tökéletes és speciális. Vagy ezt a dolgot hagyjuk? Nem, hát nem minden lemezem volt speciális, de tökéletes minden. Ez nem Béla. Mitől különleges ez a lemez? És egyáltalán milyen szerzőnek érzed te Szikora Róbertet? Hát elsősorban azért speciális, mert Robi írta, másodszorban pedig azért, mert hangulatában talán egy kicsit az 50-es évek zenéjét idézi, de hangszerelése, valamint a szöveg, a dalok szövegei azok teljesen maiak, tehát úgy is mondhatnánk, hogy egy több generációs lemez. Kedves nézőink, most a jelenben egy picit a múlt, ha úgy tetszik, egy nagy-nagy időutazás, egy kitűnő felvétel segítségével. Illés Melinda énekel. Biztos, hogy az egyik legemlékezetesebb a sok nagyszerű koncert közül minden bizonnyal Demjén Ferenc koncertje lesz, ha viszont gondolunk majd pár év múlva 1992-re. A most következő felvétel itt, ezen a koncerten készült. Öltsünk a föld, hogy emberré nőjünk, a megszültek miért adnánk fel? Öltsünk a föld, kell, hogy éljünk, ha megszültek, miért adnánk fel? A tűz s a víz, ha egymásnak mennek, a gőz majd világot repesz. S mi nézzük lentről, mint félen a harcot, ha nincs győztes, mindenki vesz. Bölcsünk a föld, hogy emberré nőjünk, ha megszültek, mit adnánk fel? Bölcsünk a föld, itt kell, hogy éljünk, ha megszültek, mit adnánk fel? Igazi, hamisítatlan rock'n'roll, méghozzá tini gyerekektől, fiatal srácok, Cherry az együttes neve. Én biztos vagyok benne, hogy pillanatokon belül megkedvelik a fiúkat. Tudom meg azt a felvételt, amellyel folytatjuk a Pop 20 mai műsorát. Hideg hőzi hajnalom, a forgalom, a pálya udvarom. Nem számít, meg kell találom őt, mit ahogy várni fog. A hátak stand alone. Oh, hello, Pitya. De jó, hogy újra látlak, nincs nagy hiba. Ha jó vagyok, még mindig nála féltő. Két karod szorosan átölel, érzem a szíved, a szívemhez közel. Elhiszem őszintén, hogy hű voltál, s igaz. Oh, 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 számomra nyújt egy csöbb igaz.
hogy mosolyod láthatom, s megint a kezed foghatom, annyi mindent még el kell mondanom. Hello, kis híra, de jó, hogy újra látok, nincs nagy hiba, ha jó vagyok, még mindig nálad féltő. Két karod szorosan átölel, érzem a szíved, a szívemhez közel. Érzem a szíved, a szívemhez közel. Az egyik leglátványosabb, legszórakoztatóbb, legizgalmasabb verseny a díjuglató rovas verseny. Te díjuglatsz engem. Én megpróbálok. Egyébként az olimpiák záró eseményei közé tartozik. Na most nemzetközi díjuglató lovas versenyt rendeztek Magyarországon. A kétnapos rendezvény sorozat, amely csütörtök este indult egy ünnepélyes megnyitóval, de lényegében tegnap és ma zajlik. Ma, mert hogyha csütörtökön én kezdődött, hát és akkor szombaton és vasárnap zajlik. Nem, pénteken és szombaton. Tehát ma van a második napja. És ma vasárnap van. Szóval na jó, hogy felébredtünk. Mondom, hogy díjugratsz engem. Egyébként nagyon érdekes, hogy a múlt század végén kezdődött el Magyarországon is ez a sport, és Magyarországon 1000 méternél rövidebb egy ilyen pálya, az átlagos magasság pedig, amit a pacinak át kell ugrani, azon 1,20, 1,10 és 1,50 között van. Te de érdekes, igen, a Hollós Olivér adott egy nagyon szép kis prospektust, onnan tudom én mindezt. Nemzetközi versenyeken viszont 1,20, 1,60 a magasság, és képzeld el, hogy ennek is van egy világbajnoka. 47 óta egy chilei katonatiszt tart, 2,47 méter ugratott a lovával. Azért én megkérdezném erről egyszer a pacikat is, hogy mit szólnak mindehhez. De a díjugrató verseny lényege, azt írják itt, a ló ugróképességének, ugyanakkor fordulékonyságának, robbanékonyságának, bátorságának és idomítottságának. De az a chilei, tudod, min ült a Pegazuson, az a könnyű. Na nézzük ugratni. Akkor a beszámolót. Így van. Ez a gazdaság egy nagy állattenyésztő gazdaság, főként szarvasmarra, sertés és juhtartással foglalkozik, de mellette a ló az egyik régi társa az embernek, akivel tulajdonképpen az egész történelmet végig dolgozta. Most itt, mint szórakoztató, mint sporteszköz szerepel, és hát nem utolsó sorban egy nagyon komoly genetikai érték, amelynek állandó javítása egy nagyon komoly szakmai gazdászi feladat. Nem elég csak hangoztatni, hogy mi magyarok lovas nemzet vagyunk, hanem ennek érdekében sokat is kell tenni. Még akkor is, hogyha most kevesebb a pénz, és hát egy ilyen versenynek a szervezése egyre többbe kerül. Mindent el kell követni ennek a sportnak a fenntartása, népszerűsítése érdekében, hisz ha ezt egyszer abba hagyjuk, nagyon nehéz újrakezdeni. Ez egy nagyon összetett kérdés a tenyésztésben, a tartásban, a genetikában is. És hát nem utolsó sorban egyre nagyobb az érdeklődés az emberek részéről. Nagyobb tömegek jönnek megnézni a lóversenyeket, és versenyzők is egyre többen jönnek a szomszédos országokból. Tehát azt hiszem, hogy a dolognak az üzleti oldala egyre inkább majd előtérbe kerül, és akkor azt hiszem, hogy talán sokkal többet lehet ebből anyagilag is profitálni, bár hozzáteszem, hogy egy gazdás számára ez sohasem lett elsősorban pénzkérdés. Úgy a lovaknak, mint a lovasoknak az alapoknál kell kezdeni, és ez nincs másképp a mi lovasiskolánkban sem. A gyerekek már kiskorukban kezdik a lovaglást megismerni. Több általános iskolának a testnevelési órái zajlanak itt. A gimnáziumból és az egyetemből is testnevelés rendszeres lovasoktatás folyik. Természetesen kötelező tantárgy a lótenyésztés az egyetemen. Annak a gyakorlati része, a gyakorlati oktatási része nálunk zajlódik. Közülük, ezek közül a gyerekek közül válogatódnak ki, illetve nevelődnek ki azok a sportolók, akik most itt a pályán futnak. Ez az a ló, amit tavaly a Skálától Nigel Mansell kapott születésnapi ajándékképpen. Megkért bennünket, hogy árverezzük el, és felajánlotta, hogy ő fogja átadni az összeget a Pető Intézet javára idén augusztusban.
jó reggelt kívánok, édes nézőink, ismét itt a Sztártotó, a vasárnapi turnix telefonos játéka. Rengeteg telefon jött, úgyhogy úgy látom, hogy az érdeklődés ez végül is jó ízlésre van. A játék lényege az, hogy önök ismert népszerű sztárokkal játszhatnak a Kovács Katival, amit láthatták. Én felteszek 7 kérdést, és önök totószerűen elmondják a tippüket 1-es, 2-es és X formájában. Ez a lényege. Nézzük meg, hogy van-e játékos a vonalban. Halló! 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 Kedi Csokrom, halló, tessék! Jó napot kívánok, Gótné Szabó Tünde vagyok. Ne haragudjon még egyszer? Gótné Szabó Tünde. Tünde? Igen. Tünde. Remek, Tünde, fölírom a nevét. Ön lesz az egyes játékos, jó? Igen. Nézzük, van egy kettes játékosunk. Jó napot kívánok, Kulcsár István vagyok. István, remek, Kulcsár úr. Fölírom, hogy István, ön lesz a kettes játékos. Az bizonyára tudják, ugye, hogy minden egyes helyes válasz egy pontot, és annyiszor 1000 forintot nyernek, ahány pontjuk van, illetve hát csak egy játékos nyer, amelyik a legtöbb, amelyik a többet pont találta el. Menjünk is a játékba, induljunk el. Nézzük az első kérdést. Kovács Katiról van szó. Vajon melyik városban született Kovács Kati? Eger, Verpelét vagy Miskolc? Egyes játékos, Tündét kérem. Egyes. Egyes. István mit mond? Egyes. Egyes. Nézzük a helyes választ Katitól. Sokan úgy tudják, hogy Eger a szülővárosom. Eredetileg Verpeléten születtem. Verpelét, hát ez nem sikerült, úgy tűnik. Menjünk tovább, a kettes kérdés következik. Mi volt az első színpadi fellépése vajon Kovács Katinak? Táncolt Fesztivál 66. Tessék választani, vagy aki mit tud, 65. Most Tündét. István kérem először. Egyes. Igen. Tünde? X. X. Meg tudjuk Kovács Katitól. Az 1965 és ki mit tud. Ki mit tud. Így igaz. Hármas kérdésünk következik, most majd ismét Tünde válaszol elsőként. Milyen zenekarra játszott ön először, Kati? Metróval, az Illéssel vagy az Omegával? Kettes. Illés, igen. István? Egyes. Hát nem találtok a választ, meglepő. Ha jól emlékszem, az Omegával. És úgy emlékszem. Az játék állása most 1-0. Igen, Tünde javára. Menjünk tovább, vagy mi a kedvenc állat a Katinak, a macska, kutya vagy a teknőt? Kettes. István kérné most. Kettes. Igen. Tünde? X. X teknős béka. Megmondja a Kati vajon? Kedvenc állatom a kutya. Igen. A kutya. Tehát most egy-egyre kiegyenlítődött a játék. Igen. Vajon mi lett a kedvenc sportja Kovács Katinak? Aerobik, horgászás vagy a tenisz? Most ismét Tündét kérném elsőként. X. Igen. István? X. X. Nézzük Kovács Katit. Tenisz. A tenisz. 2-2, nagyon fejfej mellett halad a küzdelem. A hatodik kérdés következik. Vajon mi volt az első filmszerepe Kovács Katinak? Ünnepnapok, a kenguru vagy a két emelet boldogság? Kettes verset, István kérem. Egyes. Igen. Tünde? Egyes. Egyes. Ezt úgy látom, jól tudták, de nézzük meg Katitól. Kardos Ferenc rendezte, és Ünnepnapok a címen. Abszolút döntetlenek tűnik. Hát most jön a döntő kérdés egyébként, ez bónusz kérdésnek szánjuk, és 2 pontot lehet felnyerni. A kérdés így hangzik, vajon mi a kedvenc színdarabja a Katinak? Imádok férjhez menni, az Ekkusz vagy az Eljő a jeges? Most Tündét kérem elsőként. Egyes. Egyes, igen. István? Egyes. Hát a döntetlenre áll a dolog, mert Kovács Kati azt fogja mondani, hogy... Imádok férjhez menni. Igen. Na most jön a döntő dolog, hát ez egy váratlan fordulat, ami nem volt, de erre is felkészültünk persze. Ugyanis most az a játékos nyer, most egyes versenyzőt kérjük majd, Tündét. Ön eldöntheti, hogy ki nyeri a 6000 forintot, jól láttam, 5000, igen. Az ABC betű alatt van az 1-es, 2-es vagy az X és ahhoz tartozó válasz, vagy megfejtés. Ha ön valamelyiket eltalálja, akkor vagy ön nyer, vagy senki nem nyer az X-el. Tehát teljes Tünde, az ön kezé van most a sors keze, hogy így mondjam. Válaszol egy betűt. Béla, B. B. Hát, rádióban van. Gratulálok, ön nyerte az 5000 forintot, ezt majd postán küldjük el. Kedves nézőink, köszönjük a játékot, Istvánnak is és mindenkinek. Ez volt a Sztártotó mára, viszontlátásra. Találkozunk jövő héten.
A kedves nézőknek nem kell bemutatni Farkasházi Tivadart, a kitűnő humoristát, lapszerkesztőt, írót, a humor egyik legkiválóbb magyar szakértője. Tivadar, azért kértünk meg téged, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, hogy beszélgessünk a viccről, mint olyanról, a vicc lélektanáról, és arról, hogy miért nincs ma politikai vicc. Pedig ugye a szituációk, az események szinte adnák, hogy mondjuk, hogy ilyen viccek kezdenének, hogy azt mondja Antal József Tordján Józsefnek, vagy azt mondja Türmer Gyula Orbán Viktornak, és így tovább. És nincs vicc. Most hát, kicsit, hogy sok több kérdés zúdítottam a nyakadba, de hát te dolgodat. Dehogy nincs vicc. Hát már az egy vicc, hogy itt ülök veled, beszélgetek, és Kudlik Júlival, ugyanis te vagy az ország egyik leghülyesebb és legjobb viccmesélő, és te kérdezel engem, a TV Hipoteknek mindig el kell játszaniuk azt, hogy kevésbé értenek valamihez, mint a kérdezet, hogy az a szakértő. Ez az a helyzet, ugyanis én még soha nem meséltem viccet rádióba, televízióba. És most igen? Igen, tehát igazából nekem zongorázva kéne válaszolnom, hogy még stílszerű legyen a dolog, hogy mennyire nem értesz a dolgokhoz. Azon felül azért is zongorázhatnék, mert nem nagyképű a válaszom, most olyasmit kérdeztél, mint egy zeneszerzőt megkérdeznél arról, hogy miért nincsenek népdalok. Szóval a vicceket nem mi gyártjuk, remélhetőleg milyen az emberek. Van? Ez egy ilyen városi népművészet valahogy, az aszfalt népművészet. És nem véletlenül nincs a hócipőben soha vicc, mert úgy érzem, hogy azért mi, miért kelljünk pénzt, amit az utcán hallunk, azt az utcán is lehet hallani. Államosítani nem akarom a vicceket. Egyébként, hogy komolyan válaszoljak a kérdésedre, tényleg kevés most a vicc, ugyanis az igazi politikai vicchez az kell, hogy az embernek baja lehessen belőle, tehát hogy legyen tétje. Aha. Volt, amikor ugye éveket adtak érte, volt, amikor csak az előmenetele csúszott egy kicsit, de baja származhatott belőle, és ha valami megnyugtatót mondhatok nektek, akkor hamarosan ismét lesznek viccek. Kérlek szépen, hogy mennyire igazad van, mi régebbi fölvételekből kimásoltunk két viccet. Nem tudom, hogy kollégáim készen állnak-e arra, hogy most ezt bejátsszuk, mert tulajdonképpen erre rímel, amit te mondtál, erre rímel ez a két vicc. Nézzük. És képzel, szegény Dezső 5,5 évet kapott. Miért? Semmiért. Az nem lehet, azért csak 3-at szoktak adni. Jó reggel, bíró úr. Elvtárs. Na hát, egy óriási viccet hallottam a bíróságon. Na, mondd el, kérlek. Nem lehet. Most adtam érte 2 évet. No, hát most ugye látod, hogy ezek a viccek erre rímeltek, amit te mondtál. Egyébként egyszer csináltunk egy ilyen műsort a rádióban, Vándorló anekdóták, ez volt a címe. Még viccet nem mertünk mondani, hogy vándorló viccek. Gyakorlatilag ugyanazok a viccek fölelhetők a világ különböző tájain, tehát tulajdonképpen csak az embereket kell behelyettesíteni, Hitler, Sztálin, Rákosi. Igen, igen. Hagyd ne folytassam, mert eljutnék oda, ahol nem lenne Hildomos. De ígértem egy viccet, tehát akkor elmondok egy viccet, ami talán hamarosan aktuális lesz. Ez a 30-as évek végéből származik, hogy hallom, hogy kivándul a spitzer, azt mondja, igen, azt is hová? Azt mondja, Ausztráliában. Az Ausztráliában nincs az egy kicsit messze? Azt mondja, messze mitől? Igen, ez gyönyörű, nagyon okos vicc egyébként. Na most azért nincsenek viccek, mert a profik átvették a viccet, tehát már úgy értem, hogy... Milyen profik? Hát a politikusok, tehát ők csinálják a vicceket, szóval én annál jobb viccet nem tudok kitalálni, mint hogy a kultuszminiszter nem áll meg a határon. Pontosabban ebben nem az a vicc, hogy a szegény kiskatona meg akarta állítani, hanem az a vicc, hogy kifelé akarta megállítani, és nem befelé, kifelé. Nyugodtan engedni kéne őket. Vagy egy másik dolgot mondjak, hogy pártatlan legyek, tehát egy önkormányzati problémát is. Ugye, hogy épp azzal beszélgettünk arról, hogy a Velszi hercegné időt Magyarország, mi 50 évenként szokott idejönni, azt hiszem, hogy lerakjon egy alapkövet, és ideje, és nincs alapkő. Igen, ráadásul angol pénzen épült volna ez a Pető intézet, és az kerületi illetékesek nem engedélyezték. Vagy mondjuk van egy tárca nélküli miniszterünk, most éppen nem tudom minek a miniszter, azt hiszem az ének és rajzórák tárcáját fogja felügyelni a testnevelés után, de előtte a határon túli magyarok tartoztak hozzá, és mikor a meghallgatásra megkérdezték tőle, hogy hány magyar él Erdélyben, azt mondta, hogy 700 000. Ennél jobb viccet én nem tudok kitalálni. Egyetlen volt már olyan, hogy te viccet találtál ki? Mert millió humoreszkedett karcolatodat olvastuk. Nagyon büszke vagyok,
egyszer kitaláltam egy viccet, abban az időben nagyon sok vicc volt, mert akkor tényleg érdemes volt még viccet mesélni szovjet csapatokról, Brezsnyevről. Én nem voltam egy nagy viccmesélő, de véletlenül kitaláltam egy viccet. Pontosabban nem egy viccet, valakinek mondtam valami jót, és ez fantasztikus volt, mert elterjedt, úgyhogy ezekben a vicckönyvekben remélem egyszer én is, mint már nem név szerint, de majd ott láthatom a saját viccemet, hogy a, talán emlékezik rá Julika is, hogy mikor Brezsnyev meghalt, napokig nem hozták nyilvánosságra. TASZ nem volt egy ilyen gyors hírnökségi iroda, és akkor azt mondtam, hogy ezt azért nem hozták nyilvánosságra, csak néhány nappal később, mert nem merték a Brezsnyevnek megmondani. Jó Istenem! Borzasztó érdekes, hogy speciális magyar humor létezik. Ugye a viccek a világában, igen, világméretben. Mi ennek az oka? És mi a hanyadik helyet foglaljuk el vajon? Szerintem az első helyet foglaljuk el. Én viccnek, megmondom őszintén, és elnézést kérek tőled, anyós vicceket, meg ilyen vicceket nem tartok viccnek. Én igazából nem szeretem azt a szót, hogy politikai, mert mindig a politikai rendőrség... Mi a vicc? Határozza meg azt talán. Mi a vicc? Nem az a vicc, ami jót lehet nevetni, röhögni? Egyszer buktam meg az egyetemen valószínűségszámításban, azt kérdezték tőlem, mi a valószínűségszámítás. Mindent megtanultam, de nem tudtam meghatározni a fogalmát, úgyhogy nem tudom meghatározni, mi a vicc, de egy fantasztikus jó dolog, mert íróknak is kéne tanulmányozni, mert a legrövidebb, és minden benne van. Egyébként az is fantasztikus, például, amikor Hoffi Géza mesél egy viccet, most az dolog lenne, hogy hal az utcán egy viccet és elmeséli, hogy mit csinál belőle. Egy negyed órás csodálatos történetet. Tehát, ahogy ragozza a viccet, de igazából azért volt egy időben sok vicc, és lesz ismét sok vicc, mert a vicc létkérdésekkel, alapproblémákkal foglalkozik. És itt ez a Kelet-Európa, ahol ugye két nagy hatalom jött-ment rajtunk keresztül, szóval nem véletlen itt, hogy Mörzse, Kafka, Örkény, Hasek, ezek mind itt alkottak. Így lehetett elviselni ezeket az évszázadokat. Van egy olyan orosz mondás egyébként, hogy a humor az a reménytelenség udvariassága. Azt hiszem ez a vicc is. Jaj, de jó. Azt hiszem ez a vicc is. Egyébként, hogy milyen igazad van, én például rettenetesen nem szeretem a humortalan embereket. Hát a klasszikus orvostudományban a humor az a testnedveket jelentett. Tehát testnedvek nélkül, humor nélkül azt hiszem, hogy egyszerűen lehetetlen. Így van, így van. Tivadar, nagyon szépen köszönjük, hogy még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Én nem leszek nagyon vicces, mert hogy egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert hogy olyan felemás időjárás van, és hát örüljünk azért az esőnek, nagyon kell a növényeknek, igaz, hogy miért pont vasárnap, és kell az eső, tárjuk ki az ablakot, hogyha otthon vannak kedves nézők, és szagoljanak bele a finom, friss, tiszta, esőillatú levegőbe, már ahol lehet, mert nézzék, jönnek a felhők fölénk, úgy nagyjából a Nagykanizsa, Dunaföldvár és Salgótarján vonaltól északnyugatra sok a felhő, itt záporok áztatják az utakat, úgyhogy erre kell számítani például itt a fővárosban is, nem csak az autók csúszkálnak, hanem a futók is, hiszen maratoni verseny zajlik ezekben a percekben, úgyhogy mindenféle forgalomkorlátozásra kell számítani itt a fővárosban, a Városliget környékén, Szabadsághíd és az Árpád híd körüli körben futnak a futók. Másfajta verseny is zajlik Székesfehérvártól Virtesasáig, Lovasberényen keresztül. A 811-es úton kerékpártúra és verseny zajlik, ott is figyelni kell a kerékpárosokra. Aztán Debrecen, a 35-ös út betorkolásánál nagy vásár van. Egy másik hír, hogy aki most a Balatonon szeretne kompon átjutni, nos tovább teheti, hiszen tovább járnak a kompok. És végül pedig, aki a Dunakanyarba készül, hát tudjon róla, hogy ugyanúgy, mint eddig, most is megvan az az útlezárás, legalábbis az egyik sávot érinti, most is csak a Duna felüli oldalon lehet egy hosszú szakaszon eljutni. Más hírünk egyelőre nincsen, majd egy néhány perc múlva újabb programajánlat következik. A két hete megnyitott rekord áruház hétről hétre jelentős kedvezményekkel várja a vásárlókat. A Mirelit áruk közül a kocsonyahús 85 forint helyett 39,90, a zöld borsó 36,30 helyett 24, csemege kukorica 34,80 helyett 25, gesztenye massza 49,90, és a viking üdítők 55 helyett 49,90-ért kaphatók a jövő héten. Luxus körülmények és kényelem a rekord áruházban.
Service repülőgépes szolgálata jóvoltából alig több mint egy óra alatt értünk Nyíregyházára, hogy bemutassuk Önöknek az Európa Klub hálózatának újabb tagját, a Nyír Centrum Áruházat. Vajon miképpen igyekszik igazodni az egykori Centrum Áruház az európai színvonalhoz? Áruházunk sokat vár ettől a klubtagságtól, mivel ebben a változó világban, a piaci versenyben mindenképpen élen kell járni, megnő a forgalmunk, népszerűbb lesz az áruház, több lesz a vásárlónk. Márciusban léptünk be a klubba, feltétele az, hogy az Európa Klub tagság emblémáját az áruházon kihelyezzük, és a klubtagsággal rendelkező vásárlóknak valamilyen engedményt adunk. Mi 10%-ot ígérünk minden Európa Klub igazolvánnyal ide látogató kedves vevőnknek, akár egy táskát, akár egy televíziót, tehát bármit vásárol az áruházban. Hallott-e Ön az Európa Klubról? Hát hallani hallottam, de konkrétan nem tudom, hogy milyen fogalmat akar. Európa Klub? Azt hiszem, hogy hallani hallottam róla, de hirtelen most ez valami gazdasági dologgal kapcsolatos. Aki ebben a klubban belép, az 10%-os kedvezményt kap a vásárlás folyamán. Belépett már? Még nem, de azt hiszem megteszem. Szimpatikus dolognak tartom, több helyen kedvezményekkel, ezzel-azzal kedveskedik a tagoknak. Gondolkodom rajta, hogy esetleg belépjek én is. Senki nem dolgozik a saját zsebe ellen, tehát mindenképpen megéri szerintem. Európa minden országából szeretnénk, ha valamilyen termékcsalád képviselve lenne itt az áruházba, mindenki találjon belőle valamit. Bízunk benne, hogy a vásárlók, ha nem is az Air Service gépével, de a környékről szinte repülni fognak a Nyír Centrumba a színvonalas kínálat miatt, és rövidesen az áruház forgalma is így ível majd felfelé. Kérlek szépen, az elevenembe vág ez a kérdés, próbálni próbáltam, és erről egy fotósorozat is készült, sajnos nem hoztam el magammal. Egyszerűen a Balaton partján megpróbáltam fölállni egy szörfre. Hosszas küzdelem volt az a deszka és közöttem, ugyanis amikor végre sikerült rá valahogy rátérni, akkor a tulajdonon leestem. Na végre aztán meg tudtam kapaszkodni, valahogy megálltam, de akkor föl kell húzni a vitorlát a vízből. Rémes akkor volt. Akkor kezdődik előről. Készítettem kb. Másfél óráig a parton állom, már nyihogtak a röhögéstől, de egyszer megéreztem, hogy milyen pompás dolog lehet a szörfözés, mert sikerült ez a szelet úgy elkapnom, és nem tudom, hogy 5 métert legalább. Na, én ugyanígy jártam, képzeld el, azzal a különbség, hogy ilyen hatalmas nagy könyvekből próbálták a stégel hasalva tűző napon emberek megfejteni, hogy hogy is kell ezt csinálni. Ők olvasták, én meg a vízbe a deszkával harcolva valahogy fölálltam. Szerencsémre nem volt túl nagy szél, úgyhogy még fújtam is egy kicsit a vitorlát, és ugye az egyik stégtől a másikig el tudtam csúszni. De szóval én két napig menni nem tudtam utána. Na most, hogy mindezt elkerüljük, a szörfözőknek, a kezdőknek jön néhány és tanulmány. Itt az idény. Hát reméljük, lesz jó idő is. Így van. Magyarországon 10-15 évvel ezelőtt jóformán nem is ismerték a szörföst. Most mi a helyzet? Az utóbbi időben nagyon komoly fejlődésnek indult, most 30-40 ezer szörfös van Magyarországon. És ezek nagyrészt hobbi szörfösök, vagy vannak profik is? Hát a nagyobb része hobbi szörfös, de egyre inkább, ugye minél többet szörfözik az illető, annál többen komolyan hódolnak ennek a nagyon szép sportágnak. Na most egy hobbi szörfös, hogyha bejön hozzátok, akkor mindent megkap? Természetesen itt kiemelném ezeket a Tiga típusú szörföket, amit 67 ezer forintért már meg lehet vásárolni. Igényesebb vásárolni meg F2-es, AHD, egyéb típusú szörföket tudunk rendelkezésre bocsátani. Tehát egy profi, hogyha vásárolni akar, akkor a legprofit cuccokat is megkapja nálatok? Hol? Igen, nem ebben az üzletünkben, hanem van egy másik kimondottan szörf szakbolt, az Orbán téren található. Ott az összes tartozéktól kezdve szörfrák mindenféle felszerelési tájot megvásárolt. A nemzetközi felszereléshez képest a
magyarországi vagy az itteni felszerelés állja a versenyt? Most már szerencsére igen, ez köszönhetően annak a néhány üzletnek és ennek a aktív élversenyző gárdának. Profik boltja inkább az Orbán téri, és a kezdők pedig ide jöjjenek? A Múzeum körül Ferenc István sarkára, itt 3-4 féle típusból ajánlunk kezdőknek szörfezést. Na, azt hiszem a szörfezés az egyfajta életforma. A többi, az életforma többi részéhez is van segítségetek? Igen, hát elsősorban ebben az üzletben a ruházati termékeket kínáljuk nagyobb választékban. A szörf stílus, ez tulajdonképpen nagyon színes és nagyon nagy közönség számára kedvelt ruhaviselet, és a táskáktól kezdve mindenféle kiegészítőt tudom mutatni a vásárlóknak. Na most amennyire én figyelem, vagy figyelemmel követem, minden évben egyre színesebb a szörföltözet, és változik, ezt ti követitek? Hát ezt kell követni, mert ez ugyanúgy, mint a szörfnél, mint az automárkáknál, itt is tulajdonképpen a legmodernebb ezévi divatot kell felvonultatni, mert különben a vásárlókönség igényeit nem tud kielégíteni. Nemzetközi O'Neill kupán Gucogi György tornász világbajnokkal találkoztunk. Gyuri, csak nem a széllovasok táborában. De igen, lejöttem én is erre a versenyre. Úgy gondoltam, hogy a tornatermi lovat fölcserélem a széllovasokra, és nagyon szeretnék jól szerepelni. Most már csak az igazi szelet várjuk, és bízok benne, hogy jól fogja mindenki érezni magát. Sikerült az egyik legismertebb sportruházatot és tanulázatot gyártó cég megnyerni, mint szponzort erre a versenyre, és velük együtt szeretnénk ezt a versenyt meghonosítani Magyarországon, és minden évben rendezünk tavasszal és ősszel egy-egy versenyt itt Balatonvilágosan. Psychiatric hospital, yeah. Hét fokos a víz, úgyhogy én még nem próbálom ki, de azért vannak nálam edzettebbek is. Mondtam, hogy felemás idő lesz, most van olyan terület az országban, úgy jó fele, ahol nagyon sok a felhő, záporok is előfordulnak, de akár hiszik, akár nem, egy-két órán belül a Hanságban, Kisalföldön kisüt a nap, és lesz itt a fővárosban is napsütés majd délután, úgyhogy ha van kedvük, akkor érdemes elindulni már most egy kis sétára, vigyenek azért most még egy esernyőt, elmehetnek például a Dózsa-György útra, a Majárisra, de hogyha távolabbi tájakat is meglátogatnának, akkor egy nagyon szép vidéket ajánlok, nézzék kérem, Solt Kiskunhalas környéke, amely nagyon szép, és többféle látnivaló van. A Kiskunsági Nemzeti Park, aztán a Szelidító, vagy akár át lehet menni bármelyik Bajai, vagy a Dunaföldvári Dunahídon Gemencre, vagy például ott van Soltvadkert, nagyon szépek ott a homokbuckák. És hogyha mindezt nem választják, hanem szeretnének netántán még egy igazi kuriózummal találkozni, akkor kérem nézzék a hóadatokat, hiszen akinek tetszik, és van lehetősége, még elmehet síelni akár az Alpokba, akár a Kárpátokba, mert bizony-bizony van még hó. Már mindjárt a legközelebbi területet, a Hopokot mondom, a felső szakaszon Kosodrevina és Hopok között 110 cm a hóvastagság. Ez ilyen tájt, igaz, nem annyira ritka, de azért nem is olyan sűrűn előforduló dolog. Úgyhogy bármit is választanak, én azt mondom, azért mégis inkább maradjunk itthon, és várjuk meg, amikor majd kisüt a nap, menjünk el kirándulni a műsor után. Minden háztartásban előfordulnak ezek a kicsi, de sok bosszúságot okozó balesetek. Most végre megkímélheti magát a rongyal, papírral való bajlódástól, mert megjelent az új szuper szivacs. A hagyományos törlőkendőkkel szemben a vizet teljesen magába szívja, és a felületet cseppmentessé varázsolja. Hatalmas felületet tisztíthat meg anélkül, hogy a szivacsot közben kicsavarná.
Figyeljék csak, hogyan működik a szuper szivacs. Folyadékszívó képessége többszöröse a hagyományos szivacsénak, és terített állapotban sem csöpög. A szuper szivacssal játszva és nyomtalanul távolíthat el foltokat és szennyeződéseket, mert azokat a szivacs pórusai magába szívják a szövet anyagából. Hol vagy az előbb, még itt voltál? Ja? Kedves nézőink, folytatjuk műsorunkat egy kitűnő szombathelyi együttes felvételével. Az együttes neve Lord. Én úgy érzem, hogy pályafutásuk legjobb nagy lemezét készítették el. Ha nem hiszik el, kérem vásárolják meg és hallgassák meg. Most minden esetre a Lord játszik. Kedves nézőink, azt hiszem, hogy a képernyőn egyedül Mickey Mandót nem kell önöknek bemutatnom. Bemutatom viszont Szigeti Ferencet, a Zebra kiadó ügyvezető igazgatóját, aki bemutatja a balján álló hölgyet. Igen, dr. Ligeti Erika közjegyző. Ebből egyenesen következik, hogy sorsulunk mit, Feri? A Mickey Mandó pótsorsolását tartjuk most, a Mickey Mandó mesék kazettájának a pótsorsolását, amely hát egy ilyen nyereményekkel járt, természetesen pontosan egy fő nyereményen jár, és most mindjárt meg is kérem, hogy ki van ott, aki itt van körünkbe, hogy húzza ki az egy nyereményt, és azt elmondom, hogy ki és mit nyert. Parancsolja, segítek, Mickey Mandó. Jól tűr vele. Köszönjük szépen. Én már tudom, hogy ki nyert. Dobi Anna Mária, Kecskemét. Ugye örülsz? Mit nyert Anna Mária? Egy Cindy házat, egy komplett Cindy házat nyert. Gratulálunk! Egyáltalán nem babonás Pataki Attila és az Edda együttes, ugyanis április 13-án jelent meg sorrendben a 13. Edda nagylemez. Erről az első klip, és hogyha lenne Magyarországon kislemezlista, akkor egészen biztos az első sláger a Szellemvilág című dal lenne. Az Edda játszik. Varázslom nem nagyon, utolsó éjszakán.
kezemben egy lemez, kedves nézőink, Utazás a Föld körül, ez a címe. A főszereplője, valamennyi dal előadója, énekese Fábián Éva, aki sorra mutatja be a dal zenei anyagát az ország különböző nagyvárosaiban, de nem akárhogyan. Egyszerűen színházat csinál a zenéből. Igen, ez a szándékunk, hogy a lemez anyagát színpadra állítottuk, és december 3-a óta a Budapesti Arany János Színházban, valamint az ország nagyobb és kisebb városaiban elvisszük ezt a produkciót. Ez annyiban más, mint a hagyományos gyerekkoncertek, hogy egy nagy léghajót felállítunk a színpadra, a léghajóba a gyerekek beszállhatnak, és a Föld körüli utazás különböző városaiba, országaiba zene segítségével elutazunk. Köszönöm szépen, kedves nézőink, mi is utazunk tovább. Fábián Éva énekel. Hófehérkével, két kis törpével találkozunk, már ott is vagyunk, itt van Vidor, az örök vigyony. Tudor, a nagy agy, Tudor! Hacsi, ki mindig tüzi, és Szundi, az álom szuci. Itt van Kuka, a néma csuta, a beszéd nem jó oldala, és itt van még Szende, ki nem áll szerény, és Morgó, ki áll kőkemény. Hófehérkével, hét jó baráttal tovább megyünk, vígan evezünk, álom lagúnán mesék tavába, áthajózunk, ámuldozunk, Gulliver. Top 20 mai műsorát, kedves nézőink, a Providencia támogatja. Hargitai Gábor, az üzleti igazgatója a Providencia cégnek. Márton Csaba beszélget velem. Mennyi pénze van a Providenciának? Úgy értem, ha leégne az egész ország, akkor mennyi az a pénz, amennyit ki tudnának fizetni? Tulajdonképpen nincs felső határ. Ha az egész országot tudnánk bebiztosítani, akkor dalolva fizetnénk. A két év alatt be kell, hogy jelentsem, alakulásunk óta 600 ezer ügyfelünk van jelenleg, és ez azt jelenti, hogy a kis Tigrisből, ahogy indultunk, jelenleg már egy komoly, erős oroszlánnál nőttük ki magunkat. Egyébként remélem, hogy egy ilyen országos tragédia, tűzvész, földrengés komplett nem fog bekövetkezni. Korábban már egy hölgy elvitt 8200 forintot, szerkesztőnk kicsit ideges, hát ha elviszik a másodikat is, úgyhogy remélem valaki ezt meg is teszi. Halló!
Jó reggelt, uram, ez így van rendjén. Egy hölgy volt, aki az előzőt játszotta. Önnek ugyanaz a lehetősége van, illetve 10.000 forintról indulunk, egy perc a rendelkezésre álló lehetőség, annak arányosan, ahogy kitalálja. Most gyorsan összekutyuljuk, nagyon nézze meg, látja? Nem látja, ugye? Hát, nekem lennének tippjeim, de akkor viszont nem nyerne semmit, mert meg elmenne körülbelül 20 perc. Akkor én azt javaslom, uram, hogy ön is csak a lup melletti kockákkal, illetve nézetekkel próbálkozom, és hogyha úgy gondolja ön is, akkor elindítjuk azt a bizonyos 60 másodpercet. Igen, akkor 1-es, 4-es, 7-es, 8-as, 9-es. Ne nézzel rám, én se tudom. 6-os, 3-as, 2-es, hát 3-as, nem jó, már összebent. De csinálja, ne hallgass rám. 4-es, 7-es. Ezt a kis 9-est kéne fölvarázsolni, de hát... Menjen tovább, 8-as. Igen. 8-as, így van. 9-es, 4-es, 6-os, bocsánat, 6-os. Korrekt. 3-as, 2-es, 1-es, 4-es, 7-es, 8-as, nem jó. Ó, teljes összetűtő. Ne adja föl, uram, még van egy 9-es, kis... 9-es. Így van. 6-os, 3-as, 2-es, 1-es, 4-es, 7-es, 8-as, nem jó. Ez egy izgalmas nagyon állás. 9-es, 6-os, kész. Hármas. Föladta, értem. Tudja, uram, az a legjobb ebben a játékban, hogy ha nem sikerül, akkor nagyon föl tudja magát idegesíteni az ember. Kérem, ezt ne tegye meg. Most nem tudnék egy jó viccet, de gondolom Antal Imre ezt megteszi majd. Én köszönöm szépen, hogy játszott. Nagyon jó volt. Én tényleg nem vagyok előrébb, és nem tudtam volna én se. De hát, ha sikerül legközelebb. Köszönöm szépen, hogy játszott. Viszontlátás. Hát nekem is nagyon tetszett ez a játék, sikerült a kedves játékosnak sokkal lehetetlenebb helyzetbe hozni az egész ábrát, mint eredetileg volt. Nem tudom, Adam is Annától megkérdeztetem, hogy sikerült volna magának ezt így összerakni? Nem, úgyhogy én néztem, hogy miről van szó, először láttam ezt a játékot. Ja, először látott így ezt egyáltalán. De nagyon örülök, hogy itt vagy a stúdióban, Anna, mert nagyon régen hallottam rólad, és élőben nagyon régen találkoztunk. Hogy vagy, mi mindent csinálsz? Köszönöm szépen, jól vagyok, és ennek örülök, de itt van egy lemez. Igen, hát általában akkor szoktam megjelenni, hogyha valamivel tudok jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy amikor nem jelentkezem, akkor dolgozom. Ez a lemez, amit elhoztam nektek, ez Barta Tamás emléklemeze. Ha mutassuk már, hogy bocsássuk meg a kamerának, mondtam, melyik kamerának így van csillog. Na, ebben az a szerepem, hogy én szerkesztettem, állítottam össze Herskovics Iván segítségével, és... Az a címe, hogy emléklemez. Mire emlékszik ez a lemez? Illetve kire, hiszen igen. Nem mindenki emlékszik talán. Tamás az LGT legendás gitárosa volt, és 10 éve halt meg Winter Amerikában. Már régen foglalkoztat a gondolat, hogy valamilyen módon, valamilyen kézzel fogható módon... is áruljuk el a nézőknek, ne csak így, hogy Tamás. Barta Tamás. Igen. Igen. Igen, igen. Hogy felkeltsük a figyelmet, vagy legalábbis emlékezzünk rá, vagy tudjunk rá emlékezni. Úgyhogy arra gondoltam, hogy a saját dalai állíthatnak neki leginkább emléket, és aki szerette, ismerte és értékelte a művészetét, most örülhet ennek velem együtt. Aki pedig most ismerkedik meg, azt hiszem, hogy különleges élményt kap ebből. Hogy került ő Amerikába? És mikor? A 74-es amerikai turné alatt, illetve után, az LGT turné után maradt kint Los Angelesben. Tudod, abban az időben ez úgy volt, hogy a újsághír is megjelent, hogy sikeres bécsi turnéjáról hazaérkezett, Hófehérke és a három törpe. Hát igen, nem volt könnyű. Csak egy golyó. Nem volt könnyű, gondolom neki se, nekünk sem, és mi aztán tovább dolgoztunk a zenekarral, de minden esetre én nagyon-nagyon szerettem azokat a dalokat, amiket együtt írtunk, és szerettem őt is, és gondolom, hogy hát a szomorú aktualitást ez a 10. évforduló ad, de hát előbb-utóbb szerettem volna, hogy
hogy kézzel fogható. A lemezen hallható maga Barta Tamás is. Igen, igen. Azt akartam, hogy nem csak gitározott, hanem, ha jól emlékszem, énekelt. Igen, is. Tamás zeneszerző, tehát tényleg brilliáns zeneszerző, gitáros és előadó volt, tehát énekes, úgyhogy ezen a lemezen mind három formában hallható. Úgy igyekeztünk összeállítani, gyakorlatilag a nagy klasszikus számok vannak a lemezen. Ezt akartam kérdezni, milyen szempontok alapján válogatták. Igen, hogy az életművéből a legkülönbözőbb hangulatú és karakterű, de szellemileg együvé tartozó dalok kerüljenek össze, és hát engem mindig megdöbbent, és el is ámulok, hogy az egyszerű rock, ami tényleg az igazi rock, meg a rock and roll, az hogyan fér meg a fiatal emberek szívével, lelkével, és mindazzal, ami abból jön, például egy szép dal formájában. Hát addig is, amíg a kedves nézők megvásárolják ezt a lemezt, mi is tudunk önöknek kedveskedni egy képpel együtt járó fölvétellel Barta Tamásról. Minden út visz valahová, lehet, hogy jó felé, lehet, hogy nem. De mindenkinek el kell indulni valamerre. De hogy ez az út majd merre menne, mégsem kérdezem. Elkerülni sorsom úgy sem tudnám, mert sorsom a végzetem. De tudom, felettem a kékék, és addig nem kell semmi más. Felettem a kékék, és addig nem kell semmi más. És mindig mondta, mi lesz belőled, fiam? Más ember örül, hogy luk van a száján, s marad, ahol van. Reggel a cipőmben volt egy béka, ingem szétszakadt, és a lukakon a föld csókolja puszta talpamat. De tudom, felettem a kékék, és addig nem kell semmi más. Kékék, és addig nem kell semmi más. A csavargodnak is jut még egy angyal, sok dolga van velem. Nem az ágyban végzem, hajtam, érem át az életem. De addig vigyázz rám egy angyal, vigyázz, hogy merre lépjek én. Nem hagyj el, ha baj van, vigyázz, hogy merre lépjek én. A nyári színházi ajánlatot már adtunk műsor elején. Most jönnek a mozik, amik ellentétben a színházakkal nem szoktak bezárni. Tehát akkor nézzük, hogy milyen filmeket láthatunk a mozikban nyáron. Mindenféle fajta film lesz. Művészfilm is, szórakoztató film is. Furcsa módon az ide látogató turisták közül nagyon sokan választják szórakozásképpen a magyar mozikat. Azok, akik ide jönnek turistaként, azok megtalálják azokat a filmeket itt Budapesten, amelyeket otthon talán nem. Lesz egy nagyon szép Rómer sorozat a Szinbád moziban. Ritka alkalom az, hogy egy rendezőtől több filmet is meg lehet nézni. Én azt gondolom, ez nagyon szép program lesz. Annál is inkább, mert Rómer az élő filmművészet egyik legnagyobb alakja. A nyár az inkább valóban a szórakoztató filmeknek a műsora. Két filmet tudnék ajánlani, az egyik a Kacagó kocogó, a másik pedig egy angol-amerikai film, mindenki fogja magáét.
ez a címe. A örökség utáni hajszának egy komikus története. Mind a kettő nagyon jó szórakozás. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ugyanilyen jó szívvel ajánlhatnám Gyarmati Liviának a Csalás gyönyöre című filmjét. Maga a cím, ez tulajdonképpen egy kicsit több értelművé válik a film nézője számára. Néha pulton, innen pulton túl talán úgy érezzük, hogy a csalás belopta magát az életünkbe, és hát ennek a furcsa kettős játéknak, hogy ki áll a pult előtt és ki a pult mögött, hát ennek egy elég érdekes története ez a film. Világjáró partneremtől csacska kérdés lenne megkérdezni azt, hogy járt-e kaszinóba, mert biztos vagyok benne. Ja, én vagyok világjáró partnerem, hát jártam kaszinóban. Te játszottál-e? Nem. Nem, erre féltékenyen ügyeltem, Nem, nekem nincs szerencsém, hogy a szerencsejátékokban. Érdekes, én is valahogy csak jártam egyszer a Monte Carlo-iban, egyszer meg egy tengerjáróhajón, benéztem, hogy milyen az. És a tengerjáróhajóra csak nem, úgy benéztél? Nem, ja. A kaszinó volt a hajón, és úgy hidegen hagyott. Most tudod, hogy miért van korlát a tengerjáróhajó? Istenem, hogy menet közben föl ne ugráljanak az emberek, Szóval én is valahogy úgy vagyok vele, hogy a pénzt én csak úgy kaptam, még ha dolgoztam érte, úgy magától sose jött. Na most mindezt azért mondjuk el, mert a napokban nyílt meg a Las Vegas Casino, és ebből az alkalomból, igen, itt Budapesten, és ez alkalomból itt járt Sylvester Stallone és a Gypsy Kings együttes, a művész úr exkluzív interjút adott a vasárnapi Turmixnak, ez következik most. A szemerkélő eső sem vette el a kedvét a jól értesült kíváncsiaknak, akik korra és nemre való tekintet nélkül kitartóan várakoztak a nyitásra váró Las Vegas kaszinó körül a Hyatt szállónál. Íme bizonyság, hogy a pestiek előtt semmi sem maradhat titokban. Ezúttal is sok százan tudták percnyi pontossággal, hogy délután 4-kor itt valami történni fog. 15 óra 50 perc, Las Vegas kaszinó. 10 perccel a nagy esemény előtt, itt és most sok százan gyűltek össze szerencsét próbálni. No, nem az asztalok mellett, hanem azért, hogy láthassák az igazi sztárvendéget, Sylvester Stallone-t, aki azért érkezik, hogy ő maga vágja át a kaszinó szalagját, és meg lehet, hogy ő lesz az, aki elgurítja majd az aranygolyót is.
És eljött a várva várt pillanat. Itt van ő, teljes testi valójában. A Rainbow filmek hőse, a legyőzhetetlen öklű Rocky, szóval egy egészen egyszerű világsztár. Egy pillanatra úgy tűnik, Hollywood és Las Vegas itt van valahol Budapesten. Sylvester Stallone, becenevén Sly, a ravasz, miközben kedvesen évődik híveivel, hátán jól olvasható a felirat. Planet Hollywood. Micsoda véletlen, hogy az éppenséggel hamburger bárjának neve, amit nemrégiben nyitott Schwarzeneggerrel és Bruce Willis-szel közösen. Lehet, hogy ebből az ollóból erekje lesz? Majd ezzel vágom le a hajamat, és úgy terveztem, hogy fel lesz majd téve a falra itt a bárban, örök szimbólumként, és ezt is meg lehet majd rendelni a Campari mellé. 10 perc múlva 8 óra. Egy átöltözésnyi szünet után folytatódik a látványosság, idebent és odakint. Kint a rajongók spontán tömege, odabent már a szigorúan válogatott vendégsereg gyülekezik. Teljes pompájukban ragyognak a fények, akárcsak a jelenlévő hölgyek, akik ismét láthatják ideáljukat. Sylvester Stallone smokingba és színes sejemingbe öltözött, ám de nyakkendő nélkül. Lehet, hogy ez lesz a kaszinó divat felhőtlen szórakozáshoz? Az első nyertesek minden esetre megvannak, azok, akikkel a sztár kezet szorított. Azután baráti hátba veregetések következtek, amúgy amerikai módra. A várakozás izgalma szinte fokozhatatlan, hiszen világsztárok váltják egymást ma este a színpadon. Stallone-t közreveszi a kaszinó két tulajdonosa, Andy és George, azaz Andrew Vajna és Bolnár György. Szeretettel köszöntök mindenkit a Las Vegas kaszinó hivatalos megnyitóján, és ugyanúgy, mint ahogy az alapkövünket a megnyitott és Sylvester Stallone barátom és partnerből. Köszönöm. Isten hozta önöket a Las Vegas kaszinó megnyitásán, születésnapján keresztelőjén. Nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek, és köszönöm George-nak és Andy-nek is, hogy meghívtak erre a kis privát kiruccanásra. Na és hol van az a gentleman? Eldad az úr, Jeff, aki lehetővé teszi számunkra a játékot. Nagyon örülök, hogy eljöttek hozzánk ma este, mondja Andrew Vajna, és újabb világsztárokat konferál fel. Magyarországon először a Gypsy King. Ez a zene, azt mondják, olyan forró, mint a latin szeretők. Vajon melyek a gyökerei? Kérdeztük Shep Gordont, a Gypsy King menedzserét. A teljes boldogság. És az, hogy ez egy abszolút családias zene. Érzések szívtől szívig. Gondolja, hogy jobbá teszi a világot ez a zene? Már meg is tette. Ma él pedig Budapestet teszi még jobbá. Hol találsz rá először erre a zenére és az együttesre, és miért éppen ezt az együttes menedzseli? Párizsban hallottam őket egy klubban, ahol azt láttam, hogy mindenki táncolt és boldog volt. Akkor határoztam el, hogy megkeresem őket, és elmentem Kikóhoz. Eljönnének Magyarországra, hogyha meghívást kapnának egy koncertkörútra? Persze, természetesen. Ezt akkor tekinthetjük most ígéretnek? Promise? Hogyne, hiszen hallotta a főnök is. My boss. És végre itt az alkalom interjút készíteni a világsztárral a vasárnapi Turmix nézői számára. Néhány szó a műsorról, amíg bekapcsoljuk lámpáinkat, és aztán úgy illik, hogy sietve jöjjön az első kérdés. Edzette ma már valamit? Volt egy kis jogging vagy hasonló? Igen, körülbelül egy órával ezelőtt futottam már. Egészen erősnek érzem magam Budapesten. Ki tudja miért? Ez egy jó nap.
Ez ugye nem az első alkalom, hogy itt jár. Nem. 12 évvel ezelőtt már jártam itt, amikor egy focistáról forgattunk filmet. Az volt a címe, hogy Két fél idő a pokolban. Mi is? Igen, amikor először itt járt, a Két fél idő a pokolban című filmet forgatta 12 évvel ezelőtt. Igen, pontosan. Hogyan látja a változásokat Magyarországon? Mi az, amit érzékel belőlük? Korábban néha úgy éreztem, hogy lehangoltak az emberek, de most csodálatos felszabadultsága jellemző mindenütt. Szabadság és fellendülés. Ezt érzékelem magam körül most, hogy újra itt vagyok. Nem fáradt még egy cseppet sem? Nem. És hogy tetszik ez a kaszinó? Szeretem ezt a helyet. Azért jöttem ide, hogy elveszítsem az összes pénzemet. Ennyi híresség egyszerre, alig hanem még a Hyatt Hotelben is ritkán van egy fedél alatt. Ismert üzletemberek, népszerű művészek és toplistás civilek kavalkádja volt ez az exkluzív este. Tény, hogy ennél vonzóbb vendégcsalogatót alig ha találhattak volna ki a tulajdonosok, hogy ezután bárki, aki erre jár, ellenállhatatlan késztetést érezzen szerencsét próbálni Las Vegasban, Budapesten. Semmi kétség, hogy tegnap este valamiképpen itt mindenki nyert. Tombolt a szombatesti láz. A zöld asztalok körül jó leső borzongással figyeltük, hogyan pörög a kerék, gurul a golyó, és ha izgalmunkban belepirultunk a blackjackbe vagy a baccarába, mosolygós pincérek hozták a hűsítőt. Éppen ezért végezetül nem mulasztottuk el megkérdezni Bognár Györgyöt, a Las Vegas kaszinó társtulajdonosát, hogy hogyan lehet jó kaszinót csinálni. Lehet kaszinót csinálni csak abból a szándékból, hogy a kaszinó egy jó üzlet, mert elnyerjük valakinek a pénzét. És lehet úgy is csinálni, hogy elveszti a pénzét, de nagyon jól érzi magát. Hogy állják a verseny? Meggyőződésünk, hogy a vendég oda fog menni, ahol jobban érzi magát. Aki a sötét kaszinót szereti, nem fog hozzánk jönni. Aki a világosat szereti, aki azt szereti, a kedvesek hozzá, megismerik, azok el fognak hozzánk jönni. Júli, el ne menj a Hyatt szállóhoz, mert még csillapíthatatlan késztetést fogsz érezni, hogy bemenj, elveszítsd a pénzed, és nagyon jól érez magad közben. Nem tudom, hogy érzi jól magát valaki, mikor pénzt veszít. No de a nyári színházi és mozi ajánlatok után most nézzük, hogy mit olvashatunk. Ha már megtanultak angolul és németül 2000 leggyakrabban használt szót a Honlap kiadó színes nyelvkönyveiből, akkor itt az ideje, hogy próbálkozzanak olasz, spanyol vagy francia kifejezésekkel is, hiszen közeleg a nyaralás, és talán sikerül eljutniuk e nyelvterületek valamelyikére. A vidám képek segítségével könnyebben tanulhatunk, és segít a praktikusan egyszerű nyelvtan és szótár is. A Pearl Harbor-i támadás történetét mindannyian ismerjük. Azonban az amerikai és japán flotta a háború során a Korall-tengeri csatában mérte össze először erejét, és vetette harcba a repülőgép anyahajókat. Edwin P. Hoyt Vér és verőfény című kalandregényéből igazi hősökkel találkozunk, akik a történelem egyik legfordulatosabb tengeri háborúját vívják. Ha Emil Zola nevét halljuk, először talán Nana című regénye jut eszünkbe. A Pán könyvkiadó most nem kevésbé jelentős művét, a Patkányfogót jelentette meg bőrkötésben, amely egy 20 kötetes regényciklus leghíresebb darabja. Ugye önök sem tudnak még túl sokat a sumér vagy egyiptomi művészetről, de ugye önök is szeretnének kalandozni rég eltűnt mesés keleti birodalmakban. Ilyen utazásra hívja Mereskovszkij Kelet titkai című könyvében olvasóit. Mit tudtak a világról? Teremtésről, Istenről, halálról, a sumérok és egyiptomiak. Vajon miért kellett óhatatlanul elpusztulniuk a civilizációknak? Piramisokból, templomokból, pásztor énekekből és halottas könyvekből hámozza ki a szerző rejtélyes üzenetét. Az Elit legfrissebb számából mindent megtudhat a szívtiprás művészetéről. Hogyan hódított Casanova és kolozsvári Grandpierre Emil? Mitől bomba jó nő még mindig az 50 éves Raquel Welch? Liz Taylor beszélő hűtőszekrénnyel fogyókúrázik. Mit csinálnak ma az egykori manökenek, Felka Janikó, Bolyos Ibolya,
és Krupa Judit. Som Lajos, a Piramis Együttes egykori sztárja, mint vállalkozó mutatkozik be az olvasóknak. Azok az édes évek a Metró Együttessel, és hogy még mindig a zenénél maradjunk, ki ne emlékezne a Drága Bakter úr című slágerre? Neményi Béla nem énekesként, hanem mint sikeres üzletember nyilatkozik. Mielőtt úszni indulna, olvassa el az Elit úszoda tesztjét, s ha már strandol, ne feledje otthon napszemüvegét. Az Elitből tájékozódhat, milyen az új napszemüveg divat. Vendégségben a nemzetközi hírű műgyűjtő László Károly bázeli otthonában. Az Elit ajánlja Odeszkáki hercegnő vacsora receptjeit ünnepi asztalokra. Ha még nincs meg a legfrissebb szám, pótolja, hogy képben legyen az Elitben. Hát remélem, egyszer meghívsz engem egy ilyen Odeszkáki vacsorára. Kérlek szépen, megveszem az újságot és megcsinálom, ami benne van. Jó. Most jön Budapest by night. Night, az a Budapest éjszakai életjárt. Ez amit hallottuk az előbb, hogy például el lehet menni ugye kaszinóban rulettezni. De itt azt írták használati utasításnak, hogy arról szól tulajdonképpen az anyag, hogy kinek mire van szüksége. Neked mire van szüksége éjszakaimre? Ezt inkább hagyjuk, és inkább nézzük meg, hogy kinek mire van szüksége.
Hát de mert tudtad kinek, mire van szüksége? Hát én csak a számlát jegyeztem meg. Az egész. Eset, ugye Budapest by night, volt itt by is, volt itt night is. Hát ugye azért meglehetősen vigyázni kell. Na most én azt javaslom, kedves nézőink, kapjanak elő papírt és ceruzát, mert... Dehogy is. Hát még először elő. Dolly. Nem baj, azért mondom, hogy legyen idő elővenni a papírt és ceruzát, mert aztán jön a főzőcske, és fel kell írni a recepteket. Igen, elnézést, én közben törölgettem magam, azt hittük, hogy mit már a konyha jön. Készül a főzőcske. Na jó, hát így jártunk, kérem szépen. Most akkor ténylegesen figyelni. De nem figyelni. Is főzünk, inkább pancsolunk, igen, hiszen semmit van. Nem kell főzni. Julival pompás recepteket mondunk önöknek, tessék nézni. Május van, hallod a madarakat itt? Ja, és milyen jó idő van. Így van. De nem Szentendrén vagyunk, és nem is az én kertemben, sajnos, hanem hol vagyunk, Imre? Hát kérlek szépen, a Margit-szigeti kaszinó étteremnek a kert helyiség, annak egy része. De nem így, most a tavaszi vitaminhiánynál tudod, mit lenne a legjobb? Egyszerűen egy kis olajat önteni a fűre, egy kis citromlevet, négy kézláb állni és legelni. Jaj, itt olyan sok gyönyörű zöldség van, Juli. De ezt most megtesszük két lábon állva, nem? Megtesszük két lábon állva. Kezd el te. Na jó, no, akkor kérek egy ilyen kelyhet, kérsztessék. Igen, jön a joghurtos saláta öntet. És ezt milyen salátát öntöd rá? Fejes salátára? Fejes saláta, retek, paprika, mikor mi tulajdonképpen, ami nekem megmarad otthon és már nem túl friss, azokat ezek remekül fel lehet használni. Ami nem túl friss, na hozzá se jövett salátára. Életem, ami már 2-3 napja áll a frigiderbe, az egyszerűbb megcsinálni salátának. Kell egy csipet só. Júj, de ügyes mit vagy, szólsz? Nagyon csepet. Új konyha technológiákat vezetünk be. De azért mégis megkeverem rendesen. Kell egy kis bors. Fehér vagy fekete? Fehér, mert az finoma. Az igen, az szelídebb, ugye? Variálhatjuk az szerint, hogy összevágott petrezselymet, kaprot vagy metélőhagymát teszünk bele. Jó, ez nagyon, a kapros nagyon jó lehet. A kaprot, igen, én azt nagyon szereted a kaprot? Nagyon szeretem. Na, nekem is van egy olyan mártásom. Valami még. Nekem is van egy olyan mártásom, amit tulajdonképpen halakhoz. Na, de... ne hol van. Üde. No, hát ez volt a kapros. Nagyon finom. Ez is megvan. Tudod, mi baja van? Nem elég hideg. Na jó, van nekem egy híres kagyló salátám. Szoktam venni egy üveg úgynevezett mexikói salátát. Most érdekes módon ebből hiányzik a vörös hagyma, de ezt nagyon könnyen lehet. Hagymát fogsz szeletelni. Na, jaj. De közben elmutatom a kamerának is, hogy ez így néz ki. Igen, azt a kamerában azt hiszem láttam. És ez a világ legegyszerűbb szeletelője, biztos neked is van. Természetesen. Ezt így felszúrjuk rá. Megy szépen, ugye? Uh-huh. Szoktam venni néhány doboz ilyen ezt az albán kagylót. Persze a széke, piszkálni össze vannak préselődve. Hát mondjuk 2-3 doboznyival, olajával együtt, mert te is tettél az öntetekbe. Uh-huh. Lehet kutyulni. Jó, ilyen nagyon óvatosan, ugye? Hogy nem óvatosan, nem össze. Nagyon törik az azért. Lopán kis kagylók. Igen, kagylovak, mondhatnám. Uh-huh. Jó, de jól néz. Micsoda illat, kedves nézők, sajnálhatják, hogy nem illatos még a televízió. Aztán meg lehet majd kóstolni. Diós roquefortos salátához először megkeverjük gyorsan az öntetet. Egy kávés kanál. Egy evőkanál. Egy evőkanál. Majonéz. Körülbelül egy fél deci borecel. És egy deci tejszín. Kutyulék. Ezt kutyuld, ezt így ebbe. Hát elmer egy júnyájat meg lehet hívni. Jó. Akkor ezt a roquefortot, körülbelül 20 dekányit, ezt így rámorzsoljuk, morzsolom. De meg majd szépen összekevered, mert én most nagyon összekenem itt a kezemet. Tudod, mi jön erre most, Imre? Egy 20 deka darált dió. Aha, ilyen egészen apróra? Uh-huh. Hát én keverem. Nagyon. Gyorsan teszed, még jön bele ez a kis hagymácska. Aha, ez zöld hagyma. És amikor ezt jól összekevertük, akkor jön rá ez a kis öntetke. Kevéske lesz az. Hát, nem kell ez, hogy lucsogjon.
mert nem épp fog. Az íze miatt. Dugla dömbös. Uh-huh. Csak a száj íze miatt. Na persze ennek össze kell érni, be kell rakni a hűtőbe, legalább 30 percre, 40 percre. Na mi? Fenséges. Nagyon jó, egy kanál. Jellemző, te nagy kanállal kóstolod, neked meg jó, hogy nem mokkáltattál. Hát ma ezt már megnyaltam. Kihagyták a finom mártásomat. Egy csomó kimaradt persze, de ezt még pénteken csináltuk, és akkor milyen jó idő, jaj, nem volt eső, nem volt felhő. Így van. És tényleg nagyon finomak ezek a saláták. Igen, hát mi azt mondtuk, hogy ez Donna Summer, Manhattan Transfer volt. Így van. Lászlagász után Manhattan. Igen. Na de most már vége a műsornak, mi elköszönünk. Jövő vasárnap ismét lesz vasárnapi turmix, és most ha minden igaz, akkor Donna Summer jön. Mi pedig megyünk. Én pedig most mit csinálsz adás után, Gyuri? Én elmegyek tankolni, aztán ebédelni. Hol ebédelsz? Nem otthon főztél? Nem tudom, az uram meghívott ebédre. Mert ma nem értem rá főzni, ugye bár. Én pedig rohanok Szentendrére, ahol várnak engem jó barátaim. És ott is ma megkívott csirke lesz, spárgával, meg uborka salátával. Meg kaporszosszal. Jövök. Kedves nézőink, egy pillanatra megszakítjuk Donna Summert. Juli, gyere vissza, nagyon szépen kérlek, gyere vissza a stúdió sarkából, és engedd meg, hogy a minden kedves néző nevében kívánjak neked nagyon-nagyon sok boldog születésnapot, mert kérem, kedves nézőink, Julinak születésnapja van, nem mondjuk meg, hogy hanyadik, annyit elárulhatok, hogy 18 múlt. Nagyon sok boldog születésnapot. Ennyi.